A kora délelőtti órákban állt a sor az egyik nyíregyházi szavazókerületben. A 15. számú egyéni választókerületben még csak a választásra jogosultak, alig 7%-a jelent meg az urnáknál és adta le voksát. Ez így is 2%-kal magasabb részvételi arányt jelentett, mint az 5 évvel ezelőtti választáson. Én azt gondolom, hogy túl nagy ahhoz a tét, hogy Bárki is otthon maradjon, és hogyha a demokráciát nézem, egy magas részvétel mindig a demokrácia ünnepe, mert minden, minél többen tartják fontosnak kifejezni véleményüket, annál erősebb a demokráciára. Demokrácia, én arra számítok, hogy ma a békepártiak győznek, 11 órára majdnem megduplázódott az addig szavazók száma, a 11. számú egyéni választókerületben például 17% volt a részvevők aránya, 2019-ben jogos a jogosultak alig 14%-a jelent meg. A magas részvételi arány annak is köszönhető, hogy ilyen összevont választás még nem volt, és a választópolgárok komolyan vették a döntést. Hát nagyon jók a statisztikai adatok már, mint ami a részvételi arányt illeti, is következik, hogy jó döntés volt az országgyűléstől, hogy ezt a két nagyon fontos választást egy napra tette. Mindenki találgatott előzetesen, hogy mit jelent ez, hogy a két választás egy napon van, mind a két választásnak jó lett, sőt, hát a mai mostani a, tehát számok alapján magasabb a részvétel, mint az országgyűlési választásokon szokott lenni, ez mindenféleképpen jó és legitim választás lesz lehetővé. A magas részvételi arány egész nap kitartott. A végeredmény szerint Nyíregyházen közel 52 ezer ember élt a választás jogával, ami több mint 55 os részvételt jelent. Ennek eredménye pedig az lett, hogy Kovács Ferenc megkezdheti a negyedik ciklusát is. 45,9 kal ő lett a Vármegye székhely polgármestere. Szoros volt a küzdelem, 2200 szavazattal maradt alul Jeszenszky András, a szövetségvárosunkért jelöltje. A mi hazánk jelöltje Kovács Koppány Zoltán a szavazatok közel 10%-át gyűjtötte be. A kormánypárt az egyéni választókerületekben is tarolt, 15-ből 12-ben a Fideszes jelölt győzött, a többiben Jeszenszki András Pókaimre és Schuster Csaba kerekedett felül. A kompenzációs lista tovább színesíti a Nyíregyházi Városi Közgyűlést. A szövetség városunkért három jelöltje került be, de lesz egy Fideszes és egy Mi jelölt is helyet kap. Sőt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt lista vezetője, az ügyvéd, nagyvirág is aktív résztvevője lehet a Nyíregyházi Város vezetésnek. Sokáig hasonlóan szorosnak tűnt a nagykálói küzdelem is. A hét nagyrészt független induló elaprózta a voksokat. Több mint 61%-os részvételi arány mellett polgármesterváltás történt. Horváth Tibort közel 500 szavazat különbséggel az ezúttal függetlenként induló Juhász Zoltán váltotta, aki így megkezdheti ötödik ciklusát. Mellé öt független és három Fidesz-KDNP-s képviselő szerzett mandátumot a testületbe. Erre a nyolc helyre 42-en pályáztak. Nagy Kálónál már csak sényűn lehetett több polgármester jelölt közül választani. Kilenc független indulóból szűk Ágnes lett a polgármester, aki mindössze kilenc szavazattal gyűjtött többet, mint a második helyen végzett Horecki Zoltán. Gyula háza is az érdekes települések közé tartozik. Bardi Béla 1976 óta a település vezetője, és ez most sem szakadt meg. Viszont most először volt kihívója Dávid Norbert személyében, akit alig 60 szavazattal győzött le. Vásáros Namény hozta a papírformát. A Berek szívének továbbra is Filip Sándor lesz a polgármestere, aki a szavazatok közel 72%-át kapta meg. A nagyobb települések közül hasonló arányban választották újra a polgármestert Fehérgyarmaton, Máté Szalkán és Nyírbátorban is. Új sincs változás, a Szövetségben Városunkért színeiben induló Hosszú József a szavazók közel 70%-ának bizalmát nyerte el, a Fidesz-KDNP jelöltje Kisernő alig 25%-kal alul maradt. A képviselő testületben még 8 Szövetségben Városunkért jelölt kapott helyet, melléjük két Fidesz és egy együtt egymásért fehér tón egyesület jelölt ülhet be. Néhány szabolcsi településen azonban hatalmas volt a fordulat. Nyírcsaholyban a független Juhász Attila a szavazatok köze 77 ával követelte ki magának a polgármesteri széket Magyar Csabánéval szemben. Tiszalök is úgy döntött, hogy vált, a fidesz KDMP színeiben induló és 2007 óta a város élén álló Gömze Sándort majdnem dupla annyi szavazattal dr. Gál Gabriella váltja. Tiszavasváriban közel 60 os volt a részvételi arány. A szavazó közel 5600 ember úgy döntött, a Fideszes Szőke Zoltán helyett ezentúl Balázsi Csillát, a Vasvári Pál Társaság indulóját szeretnék a város élén látni. A szabolcs szatmár bereg vármegyei közgyűlés mandátumait is kiosztották. Ennek értelmében októbertől 17 Fidesz-KDNP, 4 Mi Hazánk, két Összefogás megyénkért és két DK jelölt be a vármegye házára. Magyarország az európai parlamenti képviselőket is megválasztotta június 9-én. Ezek alapján a Fidesz-KDNP 11, a TISZA 7, az MSZP DK párbeszéd 2, a Mi Hazánk pedig egy személlyel képviseli hazánkat Brüsszelben.